Kékesi Márton vagyok, alpesesi versenyző és olimpikon. Először keresztszalagszakadásom volt tavaly januárban egy versenyen, most pedig a rehabilitációs programomat végzem. Sok rehabilitációs eszközt veszek igénybe, gyógytornát, és valószínű a szérum terápiát is ki fogom próbálni, annak érdekében, hogy ugyanolyan jó állapotba visszatérjek a sípályára, és tudjam folytatni a síkarrieremet. A szérumterápia tulajdonképpen a szervezetnek a saját gyógyító erejét használjuk ki. Amikor vért veszünk, akkor a vér az nem tudja, hogy itt nem egy sérülés volt, hanem egyszerűen egy fecskendőbe került be, és azonnal elkezdik a vérsejtek termelni az olyan növekedési faktorokat és citokineket, amelyek a gyógyulást indukálják. Ezek azok a molekulák, amik az őssejteket odavonzák, illetve aktiválják, hogy új szövetet növesszenek. Abban az esetben, amikor ezt egy üvegben, egy fecskendőben, egy centrifugás segítségével létrehozzuk és szétválasztjuk, visszaadjuk abba az ízületbe, ahol tulajdonképpen nem volt sérülés, csak egy nagyon lassú sorvadás. Ezzel tudjuk elérni azt, hogy a szervezet a regeneráció irányába fordul át. Dr. Laca Zsombor vagyok, 20 éve foglalkozom őssejtkutatással, illetve regenerációs orvostudománnyal. Sokan keresnek meg, különösen sportolók mostanában azzal, hogy szeretnének visszatérni ugyanarra a szintre a sportban, mint ahol a panaszaik megkezdése vagy a sérülések előtt voltak. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha nagyon pontosan diagnosztizáljuk, hogy éppen mi a panaszuk, majd utána a megfelelő mozgásterápiát, illetve ha szükséges, szérumterápiát alkalmazunk. Ezzel és a beteg szoros együttműködésével el tudjuk érni azt, hogy szinte mindenki vissza tud térni azon a szinten a sportba, ahol korábban volt. Ez elsősorban a kontaktsportokban, a nagy igénybevételt igénylő sportokban, például a síelésben, snowboardozásban, illetve a csapat és a labdasportokban, tehát foci, kézilabda, kosárlabda jellemző.